Az utolsó értekezletek egyike zajlik a tanévkezdés előtt a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Itt általános és középiskolás osztályok is működnek, így pénteken több mint 1200 diáknak csengetnek be az intézmény falai között. Mostanra minden készen áll a kezdéshez. A kollégák nagy várakozással érkeztek, ugye tehát az idei nyáron is azért történtek felújítások, próbáltunk épülni, szépülni, ugye technikai hátteret megteremtsük. És hát izgalommal vették birtokba az új felújított tantermeket. Várták, most jelen pillanatban egy volt öreg diákunk, Steigerwald Krisztián is csapatart tart egy előadást, itt kommunikáció a különböző korosztályok között, kiégés ellen is egy megújítási lehetőségek, hogy hogyan lehet, hiszen nem elég a tárgyi feltétel, azért itt a technikai mellett az emberi még fontosabb. Hál' Istennek nálunk. Ezek a felvételek néhány napja készültek a szintén Bonyhádi Széchenyi István általános iskolában. A gyerekek akkor a frissen érkezett tankönyveiket válogatták szét. Itt is felkészülten várják a 2023-24-es tanévkezdését. A diákoknak bőven volt dolguk, hiszen pénteken itt közel 600-an ülnek vissza az iskolapadba. Szeptember 1-én a tanévkezdés első napján a gimnazistáink vehetik át, ők ugye nyilván már önállóbban tudják ezt a folyamatot végrehajtani. Az idei tanév első szemesztere egyébként 2024. január 19-én ér majd véget.